Kezdjük. Sziasztok! Végre csütörtök van, és itt vannak a viszki kóstoló lurkók. Ez itt szarnak, nem? Ezt benne fogom hagyni, mert ez annyira őszinte volt ez a bologatás. Kíváncsi voltam, bassz meg egy ilyennél, hogy hogy fogsz reagálni. Vagy mit kéne mondani, hogy itt vannak a viszkis huncutok? Na, akkor mit? Nem, igen, kényed. Azért ügyen vagy, olyan érzésre van, mint a berendék már bosszul. Hát meg is vagy. Ne, de nem jutunk hozzá. Bobby részeg! Nem jutunk hozzá. Akkor ügyen, igaz meg. Nagyon szeszem. Miért? Valamit nagyon fontosat akarsz mondani, a Hello Kiwi? Nem. Csak valami gazdat össze meg. Értetted, mit? Sziasztok, csütörtök van, ismételten itt vagyunk. Totyának az egyik kedvenc lepállójának a termékével tértünk vissza. Igaz, a sorozat már kicsit leszerepelt a tévében, de Totya nem látta. Milyen sorozat? Hát a Trónok harca. Jó, én azt hiszem, hogy Johnny Walkerről beszélsz. Ja, jó. Volt Johnny Walker sorozat, nem hát. Én is megdöbbentem, mert azt hittem, hogy arról. Szóval, a Johnny Walkernek a Trónok harca termékével fogunk most ismerkedni. Totya nem látta a sorozatot. Nem is fogom. Na mindegy, az italát majd bepótolja. Mit kell róla tudni? Azt kell róla tudni elsősorban, hogy a Johnny Walker az nem lepárló. Jó, elnézést, igazad van. Az jogos, csak keverőüzem. Igen, egy ilyen mix üzem. Igen, ez igen. Ilyen, csak, mix gyár. Ők nem párolnak. Igazad van, mivel hogy branded whisky. Ők csak tételeket fővásárolnak, és összekutyulják őket, és ez is egy ilyen kocsmalék. Igen, és ezért vagy te oda. Nem ezé, ezt nem tudom, hogy ezé oda vagyok-e. Ne, a Johnny kő. Én szerintem a Johnny az egy ilyen... Johnny. Az egy ikonikus... Aki a mocsokban rohad rég. Igen, az is egy ikonikus. De most ő lesz a porondon, kék Johnny. Nem kék Johnny, csak itt kék a Johnny. Vagyis hát ez nem is a Johnny, hanem ez a Nandy. Ismételten költséghatékony módszer. Ja, igen, mivel ez sincs mini üvegbe, ez sincs kis üvegbe, így ezt is, hát... literesbe röffentettük föl, hogy meg tudjuk kóstolni, ha ennyi a történet vége. Mintha jobban megszaladt volna a kezem, mint az előző részben az Araratnál, ha még kóstolunk egy pár nagy üveget, a vége az lesz, hogy másfél deciket. Hogy már folyik le. De. Másfél deciket fogok tölteni. Lábazzunk? Hát persze, hogy lábazzunk, de színre azért most így az Araráttal tudjuk összehasonlítani. Nagyon világos. Hát ez egy nagyon... Borzasztó. Nem azt mondom, hogy egy homoki bor, de egy erősebb, testesebb homoki bornak felel meg. Fehér bornak. A színe sárgás. Te a láb villámgyorsan leszaladt. Nem indul meg egyből, de nagyon gyorsan lefut. Hát én most nézd meg. Tehát akkor nem az én porrammal van a baj? Az én porraim? Lehet. Hát annyira nem fut gyorsan. Egyszerre indult meg mindenhol. Szerintem te beragasztószod a paharadat előtte. A karbolosság az elég magabiztosan van itt. A karbolosság megvan meg. Nekem ennél is egy picit fás illat jön elő is. Azon kívül egyelőre semmi. Jó, hogy mondtad ezt a fást, igen. Igen, semmi, olyan, ennek most olyan kicsit kimagaslóan semleges illata van. Kimagaslóan semmilyen? Kimagaslóan semleges illat, tehát olyan, nem, rosszul mondom, tehát illat szegény. Talán ott hátul elkezd édesedni, óvatosan. Gyors vagy. Nekem benn volt, egy ilyen kellemes, édes valami volt, ahogy lenyeltem. Most ilyen kesernyés aromák is előjönnek. Az édes az meggyöngült, tehát sokkal édesebb, sokkal kellemesebbet mutatott, sokkal krémesebbet mutatott a számba belülről, mikor még nem nyeltem le. És az utóízben ez a kesernyés előjött.
A csípősséget hát nagyon meg se tudom említeni, 1-es, 2-es, 10-es skálán. Nagyon lágy karamell, vanília. Nagyon lájtosan, nagyon lágyan. Nem vélek felfedezni gyümölcssavasságot benne. Tisztán édes. Én hallgattalak, mert hát valahol te vagy a Johnny szakértő. De hát ez kész tény, tehát ezzel ne is vitatkozzon senki. Amiket mondtam, azokkal? Azzal sem. Tehát egy Johnny szakértővel... Ja. Jó, persze. Tehát mit tudok erre mondani? Hasonlók a benyomásaim nekem is. Kicsit olyan kicsit tipik whisky. Tehát olyan... Viszont nekem úgy nem varázsoltál. Tehát amit te mondtál, benne van, igen, pici édesség, pici hordós íz. Vanília? Nem igazán. Picit gyümölcsös, picit kesernyés, picit édes, tipikus whisky. Nem az a markáns, karakteres whisky, ez az, amit... ez az, amire nem fogsz emlékezni, nem, ez hogy milyen íze volt. Tudod, miért hasonlítanám? Vagy a piroshoz, vagy az a vagy a... Vagy a... Nem is a piroshoz. A piros sokkal markánsabb ettől. Rosszul mondom, nem a piroshoz. Fekete is. Nem azt akartam mondani, az a sárga kék volt, amit mondtuk, mint a bombás üveg. A blond. Igen. Hasonló. Tehát olyan kis számomra ez a Johnny, amit már párszor hangoztatok, igen, hogy tényleg legyártották, jó tették, de minek. Tehát de olyan, most így... Most azért mondom, hogy minek, hogy ezek itt akarnak megfogni. A trónokharca rajongóinkban az meg. Aki trónokharca rajongó, nem fog ilyet inni. Viszont az a sorozat itt van, ez meg ott van. Tehát... Én azért ennyire nem húznám le. A Blontó... Ez nem lehúzás. A Johnny Walker Blontó viszont nekem zamatosabb. Ott egy kicsit bajban voltam, hogy ó, most mit mondjak. Zamatosabb. Nekem zamatosabb attól. A blond, a Johnny Walker blond, amilyen volt. Nekem sorolj már föl három zamatot ebbe. Nekem ez az édesség, ez ott volt, bár lágyan. Ez a karamell, vanília, tököm se tudja eldönteni, hogy milyen. De ez minden whiskyben benne van, igen? Nem mindegyikben. Melyikben nincs benne az a kis, lágy kis édes karamella. És ez nem kötözködés, ez minden whiskyben benne van. Bazd meg, ha találunk egy olyat, szólni fogok. Na látod, ebben sincs benne. Jó, innentől kezdve ezt figyelni fogom, hogy melyikben nincs benne. Ez nem kötözködés. Kurvaik, hogy van benne, melyikben nem kötözködés, csak kérdezlek. A karbolosság az benne volt, ez a fásság benne volt, amit te mondtál. Pont. Te milyen vagy, mi nem is fizeztük meg. Akkor fizezzük. Te már tudnád lefelé a picsába. A víz egy, meg a kicsit a szellőztetés az jót tett neki. Hát hogyan? Olyan picit elbé jut. Most kicsit orba szúrta, ahogy hívják. A karból? Igen, az ott van mellette, de az is lágyult. Szóval egy kicsit úgy ez a hordós kis fás illat elbé jut egy enyhén. Nekem ez a karamellásság megint, az meg. Hát most minden víz. Van lófasz, nincs benne minden viszkibe a karamellásság. Jó. Nem vitatkozunk. Ezzel tényleg benne lenne minden viszkibe. Ezzel... Ennyire nem vettem volna ezt még észre. Jó. Nincs benne minden viszkibe. Nem, mindenben jó párban. Hát emlékezz, mert volt ez a GMB, most hirtelen az jut eszembe, hát a GMB, nem is emlékszek rá, hogy beszéltünk volna karamellásságról. Lehetséges. Ez úgy volt szar, ahogy szar volt. Attól ez azért jobb. Csípősség 10-es skálán 1-es, viszont az folyamatosan ott van. Folyamatosan ott bizsereg, és édesnek villant, de ez az édesség, ez mindjárt főszólítalak. De ez, akkor így mutatom. A 2-es csípősség? Így komplexben. A pontod? A 2-es. Nem kérdeztem még. Már mondtam, jó. Hallgatlak egyébként, mert kíváncsi vagyok rá a véleményedre. És fás, ahogy elbúcsúzik, viszont nem száraz, hanem édes. Igen. Igen, találkoztunk olyan viszkiben, ami fás szárazan ment el, és az nekem nem tetszett. Például Chivas Regal 12.
18. Ez... Bár szerintem őt a 18 megveri, a Chivas 18, viszont a Chivas 12 nem veri meg. Úgyhogy 4. Neked 4, nekem 2. Ez 4 pont. Jó. Szakvélemény? Tényleg. Megérkezett a szakvélemény. Na várja. Illatra miért nem lesz, egy kis más hordós. Meg azért most egy kis... Egy kis égetett cukor. Pont ezt akartam mondani, igen. Benne van. Igen. És valamit ilyen kis gyümölcsös karból mellette ott lenne, nem? Talán. Kis savasság. De az égetett cukor, az igen, az megjelent. Egyetemben. Talán egy kis gyümölcsös savasság van, mintha. Na nézzük! Szakvélemény! Hú, de hosszú! Mondjad! Szín nincs. Nincs színe. Nincs színe. Illat! Karamellizált cukor. Jó. Vanília. Jó. Friss bogyós gyümölcsök a kertből. Aha, melyik kertből? Mézesi jelleg. És gyömbéres jegyek lelhetők fel benne. Íz! Vanília tömkeleg, fahéj és mandula. Cseresznye friss, melengető, tölgyes fűszeresség. Hát az biztos. A fásság ott volt, a fűszeresség az... Meg cseresznye, meg tömbe. Jó, oké. Lecsengés. Hosszan kitart borsos malátás jegyek, közben karácsonyi fűszerek jönnek elő, gondolom itt a fahéra gondolt, meg az ilyen mézes karácsonyi. Szegfűszeg, ilyesmi? Nem tudom. Én bassz, én ezt simán ezt. Annyira jó, mondjuk ez semleges, jó, és okay. Annyira lágy, annyira könnyű, könnyed viszki, nem egy nehéz markás, aminek besokalsz esetleg az ízéből. Ez szerintem simán bebaszós viszi. Oké, okay, való igaz. Hogyha kellene választanom, hogy akkor fogjuk rá, muszáj lenne berúgnom. És vagy ezen a polcon, vagy pedig ezen a polcon, valószínű, nem valószínű, 1000%, hogy ezt választanám, és ebben rúgnék be. És mit fogunk inni legközelebb? Jó, bocsi. Az Eldorádónak a 15-ösét fogjuk kóstolni. Nincs hozzáfűzni valam. Tehát már jó lesz. Vazd meg, hát a 12-es mekkora királyság volt, érted? Kipróbáljuk. Még neked akkor a királyság nem volt, de ha ezt még lehet fokozni, amit a 12-es tót, akkor... Próbáljuk meg. Akkor itt fejen állok, tudod. Jövő csütörtök! Ciao.